Schwab szépségverseny, igen, a szépségversenyek széles palettáján ilyen is van, még ha a szélesebb közvélemény eddig nem is tudott róla. Az országos német önkormányzat vezetőinek a német kisebbség országgyűlési képviselője Ritter Imre köszöntő szavai után bemutatták a Schwab szépségversenyre benevezett 12 ifjú hölgyet, amelyeknek közel fele Tolna megyei volt. 12 lány fogadta el a meghívásunkat, egész pontosan jelentkezett erre a mai programra, és azt láthatjuk, hogy akár csak pénteken és szombaton, ugye a mai napon is benépesült a rendezvényközpont, és ezt nagyon jó látni. És azt pedig különösen jó látni, hogy ezáltal is sikerül a hagyományokat átörökíteni, megőrizni, többek között a szépségversenynek köszönhetően. A bemutatás után nem kellett átöltözni a lányoknak, mert a verseny első fordulójában az adott tájra jellemző népviseletben kellett megmutatni magukat a városközpontjában felállított színpadon a szép számú közönségnek. A 12 jelentkező lány között volt több Bonyhád, illetve környékbeli, akikért szólíthattak egészen késő estig az emberek, míg a zsűri meghozta döntését. A szépségverseny győztese a Kurdról érkező Faragó Mirján lett. A helyi közönség nem kis örömére mindhárom külön díjat Bonyhádi német származású lány nyerte el. Udvarhölgynek választották Rittinger Rebekát. A szépségkirálynő másik udvarhölgye is Bonyhádi lett, Schlotthauer Renáta személyében. És az már, ahogy mondani szokás, a habot jelentette a tortán a közönség számára, bár ez megjósolható volt, hogy a közönség díjas is hazai versenyző lett, mert hogy a legtöbb szavazatot a Bonyhádi Szabó Lili kapta. Péntektől vasárnap estig bezárólag program dömping jellemezte Bonyhádon augusztus 2. hetének háromnaposra kibővült végét.